Burger Dóra iskolán kedvekészítő évfolyamán jár nemzetiségi 9. osztályon. Régóta érdekli az irodalom, már általános iskolásként is részt vett vers és prózamondó versenyeken, ahol országos első helyezésig jutott. Tagja a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpadnak is. Most Szabó Magda Ókó című regényének Tenger című fejezetéből hallunk tőle egy részletet. Szabó Magda Ókút, a tenger részlet. Nem csak mi magunk voltunk az esti mesék szereplői, hanem kitalált figurák is. Apám majdnem mindig munkás, kalandos históriákat mesélt, anyám történeteiben meg gyakran szerepelt egy jó kislány. Ez a kislány karácsony vagy húsvét előtt rendszeresen fölbukkant a játékainkban, mesékben. Tetteit azért hallgattam olyan áhítattal, mert ez a mesebeli kislány egy vonásában sem hasonlított hozzám. Illedelmes volt, szerint, kedves, egyszer sem ordított az utcán, mint én. Olykor támadt is bennem valami halvány gyarú, hogy voltak éppen nekem is olyannak kellene lennem, mint annak a kislánynak, és talán nem is olyan véletlenség, hogy anyám annyi este őt emlegeti. Egy decemberi estén ez a mesebeli kislány végre valami olyat cselekedett, amihez nekem is volt hallásom. Szabadon engedett egy rabbanárkát. Szerettem az állatokat. Anyám szava nyomán tüstént ott reszketett, reménykedett előttem a kismadár, és ahogy a mesebeli jó kislány azt mondta neki: légy szabad! El voltam ragadtatva a mesétől, és elalvás előtt sokáig törtem a fejemet, milyen módon utánozhatnám a mesebeli kislányt. Reggel aztán rájött. Volt egy kis víztartóm, akváriumnak nem merem nevezni, túlságosan primitív volt, amelyben 3 ösztövér aranyhalacskát őriztem, azt remélve róluk, hogy egyszer vagy megszabadulnak, s ha meglátnak, feljönnek a víz felszínére, ott táncolnak előttem. Így jelzik, hogy miért nem járt társaságomat. A halak persze rám sem hederítettek. Megették az ételüket, egyébként teljes közönnyel úszkáltak szűk szállásokon. Elhatároztam, nem tartom őket rabságban tovább. Szabadon engedem mind a 3-at. Egy darabig sírdogáltam, és úgy meghatott saját áldozatkészségem, aztán a kis hálommal rendre kihaláztam a halakat, és nagy küzdelem után megcsókoltam valamennyit. Gyönyörű, fényes tél volt, vad december, odakint minden jég meg jég. A fürdőszobánk ablaka is csupa fagy, és az a kék fény derengett át rajta, amely a karácsony előtti délutánok hírnöke. Legyetek szabadok! Suttogtam a halaknak, mikor becipeltem a víztartályt a fürdőszobába, a szennyes láda tetejére, és potyogó könnyek közt ismét kiemeltem a hálóval őket. Ússzatok! Az út, a szabadság, az ótrán felé, az én elképzelésem szerint a fürdőkát alatti lefolyón átvitt. Ott mindig iszonyú sustorgás, zubogás volt, mikor a fürdővizet kiengedtük. Egy pillanatig sem kételkedtem benne, hogy ott van. Ám mindenki tudta, hogy a mi városunk helyén, ott az Alföldön, valamikor víz hullámzott. Hát annak csak lennie kellett valahol, nyilvánvalóan a föld alatt, ahova a kápcsolai is vezettek. Megpróbáltam először csak úgy leereszteni a halakat a lefolyó torkán át, de nem akartak menni. Csak fickándoztak. Az egyik meg is sérült, mint taszigáltam. Még dühös is voltam rám, micsoda elfajzott állat, akinek nem kell a szabadság. Sokáig törtem a fejemet, mire rájöttem, hogy könnyíthetném meg számukra a menekülést. Vizet engedtem a kádba, vagy egy arasznit, aztán kihúztam a lefolyó dugóját. És akkor a csepp örvényen át valóban lesodódtak az én halacskáim. Én úgy láttam, csak úgy csillogott boldogságukban minden kis pikkelyük. Mikor eltűntek, sokáig sírattam őket. De oly nemes lelkűnek éreztem magamat, oly önzetlennek, olyan igazi jó kislánynak, mint még sohasem. Végre megjött apám. Kiment kezet mosni vacsora előtt, elképedve jött vissza, mi történt a halakkal. A víztartó üres, a halak sehol. Csak nem pusztultak el, anyám csak rámult. Szabadok, mondtam, és nyertem a könnyeket boldogtalanul és büszkén. Szabadon engedtem a halakat. Szabadon? Kérdezte apám. Hova? A tengerbe. Csend lett. Nagy csend. Apám
Aztán közelebb az 50-hez, mint a 40-hez, még sosem látta a tengert. A szó ott maradt az asztal felett, kéklet és tűnökölt. Láttam a halacskáimat, amint boldogan bukvenceznek a habok közt, és ismerkednek az igazi nagy halakkal. Hol van a tenger, Dolma? Kérdezte apám. Hol engedted szabadon a halakat? A lefolyóban. Sőt, Robi volt. Anyám nagyon lassan ketté tört egyet, gyönyörű, szürkészöld villantását lesütött a tányérra. Apám hallgatott. Mindketten hallgattak. Annyira, hogy valami névtelen aggodalom fogott el. Valami riadt kételj. Hát nem ott van! Néztem át az asztal felett, és szinte szűköltem az aggodalomtól, mert szerettem a halacskáimat. Valami forró, édes szenvedéllyel, és olyan özvetlenül kívántam nekik a szabadságot, hogy majd beleszakadt. Nem engedtem rossz útra őket, amikor jó kislány akartam lenni végre. Olyan igazi, mesebeli jó kislány. Hát nem arra van a tenger? Ott van, ahol hiszed, mondta apám. Ő is megtört egy krumplit, maga elé hozta tányérkámat. Nekem mindig kibontották a héjából, úgy rakták elém a sült krumplit. Bámultam rá, anyám lehajtott, furcsán meghatott arcára, és azt gondoltam, akkor semmi sem történt hiába. Mikor valóban megláttam a tengert, különös módon éppen december volt. Nagy hó, vastag égcsapok a svédházakon. Néztem a zöld hullámokat, és láttam hátukon inogni hajdani fürdőszobánk ablakát, amely mögött ott osont a hajdúsági karácsony, és láttam aranyhalaim villogását is, amint megkapják a szabadságot ügyetlen kezemből, és eltűnnek a lefolyó. Hol van a tenger, Dolna? Kérdezte bennem apám örökre elnyomult hangja. Hol van a tenger? Ahol hiszed. Ott, a skandináv parton. Tudtam, hogy igaza volt. És emlékeim közt lezegni, remegni kezdett. Élőben, mint a téli szélben duszadó valóságos habok. Gyermekkorom. Fürdő.